A legszárazabb macskamentőt keressük. Szevasztok, mibe segíthetek? Én nem veszek semmit közünk. Jó, Jim Beam-től vagytok? Gyertek be, megmutatom a hűtőnek. Hello, Kornél, köszönjük szépen, hogy megmutatod nekünk a konyhádat. Vágjunk is bele, áruld el nekünk, hogy mivel indítod a reggeledet? Általában én nem, sziasztok, köszönöm, hogy meglátogattatok először, és tudod, én nem vagyok egy ilyen nagy posztolós, meg nem vagyok egy nagy Facebook gangster. Én általában az életemet, meg az otthonomat szeretem magamba tartani, de most emiatt a műsor kedvéért ugye muszáj megmutatni, mi van a hűtőben. A kérdésre válaszolva, én a reggelt, mióta diétázok, meg mióta rendesen diétázok, most készülök a nyára, azóta éjgyomros kardióval kezdem, mivel én híve vagyok még mindig az éjgyomros kardiónak a régi iskolából. Úgyhogy mostanában csak BCA megy reggel, abból általában, hát nem szoktam méregetni, tehát én nem vagyok egy nagy méregető se, de egy olyan 60-100 gram közt azért simán beverek reggel azért éjgyomorra, hogy azért minél több izom maradjon meg rajtam a diétába. Általában biciklizés letudom az egy óra hossz, és utána jön a reggeli, ami ugye volt a fontos kérdés. Nem nagy variáció van nekem a kaják terén, vagy rántotta van reggelire, vagy protein pancake. Mi újság a szénhidrát bevitellel? Mivel egészített ki a tojásrántottát? Mióta diétázok, én általában nagyon alacsonyan szoktam tartani a szénhidrátot, és a reggelinél csak és kizárólag puffirisből viszem be a szénhidrátot kizárólag. Most már még az abot is elhagytam, mert ahogy idősödik az ember, azt vettem észre amúgy, hogy egyre nehezebben bírom például az abot. Vagy például a sima tejsavófehérjét is nehezebben bírom. Ha nem diétázok, akkor bírom ezeket is, mind a kettőt, de ahogy elkezdek diétázni, érzékenyebb sokkal a gyomrom, és ilyenkor elhagyom, próbálom minél egyszerűbbre próbálom leszűkíteni a kajákat, és minél tisztább legyen. Tojás, hús, rizs, bufirizs, tehát csak ilyen egyszerű dolgokra, és nekem működik. Zsírbevitelre is figyelsz valamilyen módon? Igen, figyelek, semmilyen zsír nem viszek be. Én nem vagyok ennek a híve, tehát én tudom, hogy az új trend, meg ugye ez a mindenféle zsírokat bevinni. Én ezt tanultam, és én így versenyeztem, hogy nulla zsírt vittem be, és most is igyekszek így, tehát nulla, leviszem nullára a zsírt. Amennyi a tojás sárgájából beviszek, vagy ami a húsban van, én csak ennyit viszek be. Makrókat számolod, vagy már érzésre kajász így az évek rutinja után? Igen, tehát én úgy gondolom, én mindig azt szoktam mondani, amikor a személyedzettem is, hogy ez nem atomfizika. Ez az én véleményem, hozzáteszem, mert ugye nagyon sok profi és igazi jó testépítő számolja a makrókat, meg számolja, hogy mit bíz be, én tudom jól. De valahogy én mindig azt tanultam, hogy a tükör és az érzés mondja meg, hogy alakul, és ez nekem mai napig úgy érzem, hogy jól működik. Úgyhogy kérdésedre válaszolva, nem szoktam számolni semmit, érzésre. Mi az, ami mindig megtalálható a hűtőben? A tej. A sima tej. Igaz, hogy nem szoktam tejsavó fehérjét inni, mikor diétázok. Nem ittam talán 10 évig tejet, mikor még versenyeztem, meg igazán aktívan csináltam a testépítést, hogy az volt a sztereotíp, hogy nem jó a tej. De ezt mai nap is sem tudom, hogy miért nem jó a tej amúgy. Tehát, hogy maga az 1,5%-os zsírtartalmú tej miért nem jó. Tehát az mai napig nem értem, hogy a tejet igyekszek mindig hűtőbe tartani. Az valahogy, nem tudom, a gyerekkorom jut eszembe, vagy nem tudom, annyira finom reggel a tej. Nem szoktam sokat inni, 1-2 decit iszok például a pancake-et. Ha nincs tej, nem eszem meg. Tehát az kizárt, hogy én megegyem, nekem a mellé kell a tej. Ugye talán az egyik a tej, ami megtalálható a hűtőbe, és a mustár, bocsáss meg. Hát az, ami úgy gondolom, hogy ha diétázol, a szent grál. Tehát bármilyen szarra sikerül a hús megsütötted, ha teszel mellé mustárt, akkor is megeszed. Mi van a húsbevitereddel? Van kedvenc húsfajtád, amit előszeretettel fogyasztasz? Alapvetően húsokból alapvetően csirkés vagyok. Ha nem készülök, vagy ilyen sima készülős időszakom van, akkor inkább csirkézek. De most, hogy elkezdtem rendesen diétázni, most teljesen áttértem a halra, és azok közül is csak a tilápia és a lazac. Tehát úgy szoktam napközben tilápia, és estére mindig frissen sütök lazacot. Csak ennek az a hátulütője, hogy a cicák imádják a halat. Igen, és az a baj, hogyha kibontasz egy 400 grammos halat, akkor a 150 a tied, a többi az övéké. Mivel pörgeted magad reggel? Kávét, energiaitalt, mit szoktál használni, hogyha egy fáradtan indul a napod? Hát reggel
kávét szoktam leginkább, csak igyekszek, tehát igyekszek a kávét is úgy kezelni, hogy nemek szokásból kávézzak. Mert nem szeretem azokat az embereket, akik nem tudnak például kávé nélkül fölkelni. Tehát én nekem az attól herolton van, igyekszek, ha van kávé, vagy például ha bemegyek a terembe reggel, akkor kávézok, ha nincs, nem kávézok. Tehát én nem akarok úgy élni, hogy ha nincs kávé, akkor összeborul a világ. Tehát nem akarok ragaszkodni hozzá, vagy napközben, ugye, hogyha nincs kávé, akkor viszont kettő fajta moxi is mindig van nálam, az egyik a ugye a koffeines, a másik pedig a sima. Ez BCA, glutamin, L-karnitinnel fel van turbózva, úgyhogy ha nincs napközben kávé, akkor pótoljuk ezzel. Mi a kedvenc kajád? Rántott csirke, rizs, saláta. Most ezt ugye pár éve ezt nem is tudom megunni, ugye nagy meg is vagyok, most ilyen egy kis negatív reklám. Azt igyekszek visszaszorítani, ha alapozó időszakban vagyok, akkor úgy szoktam csinálni, hogy egy-két hetente eszek egyszer a Mekit, de most, hogy diétázok, most elhagytam teljesen. Tehát most azt sem tudom, amikor 2-3 hónap jöttem utoljára. Tehát ha diétázok, akkor igyekszek diétázni. Tehát én úgy vagyok vele, mint a vikingek, ugye vagy csinálom rendesen, vagy sehogy. És én hívve vagyok annak, hogy ha diétázunk, akkor rendesen diétázunk. Mi az az édesség, aminek nem tudsz ellenállni? Nem vagyok édesztel, jó hál' Istennek, tehát nekem nincsenek ilyen elvonási tüneteim, úgyhogy nem tudok édességet enni. Talán ami, hogyha kim vagyok, aztán elég sokat járok is strandra azért púposkodni, ugye, hogy Kökény Bélát ugye idézzem. Talán ami mostanában így nagyon megfogott diétázok, a behűtött gyümölcs darab. Tehát mikor a gyümölcs le van hűtve, például nem vagyok gyümölcsös, de most, hogy diétázok, azért meg tudnék amúgy halni, esküszöm neked. Van valami tipped azoknak, akik odafigyelnek az étkezésükre, de mondjuk ők is szeretnek strandra járni. Hogy lehet az étkezést megoldani napközben, amikor az emberek strandon vannak? Két okból is érdemes megoldani a kaját, ugye, hogyha a strandra jársz, vagy bármilyen kirándulás van. Egyszer, ugye, hogy egészségesen és normális kaját tudsz enni. A második. Viszont anyagilag is rohadtul megéri, mert hogyha kimész a strandra, ugye eszel 8-9 ezerék két fő valami gányt, tehát nem tudom máshogy fogalmazni, mert vagy rossz minőségű, vagy rosszul van elkészítve. Viszont az egyik legnagyobb megoldás, egy kicsit kilépek, ugye nem egy bonyolult dolog, meg nem egy atomfizika, ugye hűtőtáskának hívják. És ugye ebbe bepakolod otthon a kaját, kidobozolod, nem egy 20 percet rászánsz, kidobozolod, stílusosan megjelensz a strandon egy Jim Beam-es hűtőtáskába is készen van a dolog. Ennyi. Mi a helyzet a vitaminokkal? Elég kevés vitamint viszek be, így például gyümölcsökből. Igyekszek azért ilyenkor almát enni, ilyesmit, hogy diétázok. Ugye így behűtve azért meg tudom menni a gyümölcsöket. Inkább ami a vitamin bevitelem, ugye főleg mostanában, hogy diétázok, észrevettem azt például, mikor tudom, hogy nagyon le vagyok gyengülve vitamintéren, töredezik például a körmöm, és akkor jön a vitaminpak. Tehát ebben minden benne van, mindenféle nyomelemek, ásványanyagok, C-vitamin, vitaminok, ezzel minden fel van töltve, és akkor egy nap egy, és akkor reggel. Általában, amikor reggelizek, megvan a reggel, és akkor utána egy csomagot beverek belőle. Milyen étkezéseid vannak edzés előtt? Én általában az edzést az ilyen kora délután szoktam elejteni, ilyen 2-4 magasságában. Én ebéd után már nem szoktam, tehát én nálam például az ebédelés az délben van, nekem a szent és érthetetlen, mi így nőttünk föl, tehát 12-kor ebédelünk, 6-ig haszakad, tehát azt betartom, megebédelek és akkor mindegy, ha 2-kor edzek vagy 4-kor, előtte már nem szoktam enni, viszont a BCA-ra mostában nagyon odafigyelek, úgyhogy ezt el is mondtam, hogy egy dupla vagy tripla adag BCA-t edzés előtt betolok, edzés közben tripla adag BCA-t betolom, edzés végén nem iszok fehérjét, zabban meg ilyenek, hanem egy nagy pohárban rengeteg jég, rengeteg víz, és legalább 4 adag BCA. És akkor ezzel le van tudva edzés előtt, edzés közben, az edzés utáni fehérje bevitelen. Mit gondolsz, most tudatosabban étkezel, mint régen, amikor versenyeztetek? Azt mondom, hogy igen, de nem feltétlenül abból, hogy jobban kiszámolom, vagy jobban odafigyelek az összetevőkre, hanem próbálok egész évben inkább tudatosabban étkezni, és nem engedem már úgy magamat, mint rég. Tehát nincs az, hogy feltömegelek, meg elengedem, meg akkor pihenőbe azt teszem, amit akarok, meg leszarom az egészet, hanem próbálom egész évben ilyen 80-85%-on tartani a kajálásomat, szinte mindig ugyanaz.
hal, zöldség, rizs, csirke, darátmarha, teljes kiölésű tészta, tehát nekem nem nagyon változatos az étkezésem, viszont egész évben jó, azt gondolom. És a diétázok az annyiba változik csak, hogy talán egy kicsit kevesebbet eszek, de ugyanazt teszem egész évben. Tehát ezért tudod, én azt mondom, hogy igen, tudatosabb. Van valami olyan kaja, amit most nagyon szeretsz, de mondjuk régen el sem tudtad volna képzelni, hogy valaha meg fogod enni? Olivabogyó. Tehát az olivabogyó az, amit én soha... Ahogy idősödik az ember, ugye állítólag a kávé ízét, meg az olivabogyó ízét jobban tudja tolerálni, és ez tényleg így van, mert régen nem voltam se kávé, se az olivabogyót nem tudtam, tehát világban ki tudtak volna kergetni, de most már azért megeszem. Nem mondom, hogy finom, de megeszem az olivabogyót is. Mi a helyzet a fehérje fogyasztással, mennyire figyelsz rá tudatosan? A húsfogyasztásomra odafigyelek, tehát fiatal koromban nem fordult meg ez a fejembe soha, hogy mennyi állatot kell leülni azért, hogy én jól lakjak, vagy egész életemben mennyi húst tegyek meg. De mostanában már nagyon sokszor megfordul a fejembe, és igyekszek nagyon alacsonyan tartani. Egy ilyen 150, max. 200 g húsnál többet nem eszek meg egy nap. Tudom, hogy nem váltom meg a világot, meg tudom, hogy nem miattam fog megváltozni a világ, de ez... Tudod, egy csepp víztől is megváltozik az óceán, attól függetlenül nem ugyanaz lesz, és én nekem a lelkem megnyitottása véget, én igyekszek minél kevesebb állatot megölni, amiatt, hogy én jól lakjak, úgyhogy igyekszek nagyon alacsonyan tartani, viszont a hűtő leolvad, úgyhogy szerintem elég volt a kérdésekből, jó, úgyhogy be is csukom a hűtőt, megiszem az edzés előtt, és mehetünk edzeni. Na, megyünk edzeni, előtte megcsináljuk az edzés előttit, stílusosan az új shakerbe, ami magáért beszél, és természetesen Peti ismét velünk van, úgyhogy a freezerből leszünk egy ilyen gyümölcs bomba ízesítésű pörgetőt, egy szép kanállal, csak mutatom, hogy van rajta amúgy egy kémlelő ablak most már végre. Megisztuk, megyünk edzeni, macskának meg enni adni otthon. Somebody gotta do it. These, that's a bet. 1500 all hundreds folded, that's a bet. Hey, can't stop it, just cop that sold it, that's a bet. Hey, secure the bag, remove the tag, know that that's a bet. Hey, your chick watches, pop and hold it, that's a bet. Kornél, köszi, hogy megmutattad a hűtődet, beszéltünk a kajálásodról. Térjünk át kicsit az edzésre, mit fogunk ma edzeni? Hát diszkó természetesen, jön a hétvége, karozni fogunk. Régen nem volt kedvencem a kar, talán azért is, mert mindig a súlyokra koncentráltam, és mindig próbáltam minél nagyobb súlyokat megmozgatni, ugye nekünk amúgy is mindig egyik alapelvünk volt, hogy tépjük szét a termet, de most már, hogy visszavonultam ugye magától a versenyzéstől, úgy gondolom, hogy többet próbálok egy kicsit ésszel edzeni. Igyekszek azért nagyobb súlyt tartani, kivéve a kart. Tehát lábnál, mellé még azért szoktam használni nagyobb súlyokat, a kart kivéve. Tehát a karnál egyáltalán nem használok súlyokat, szinte azt mondanám, hogy a régebbi fejemmel azt mondanám, hogy nevetséges súlyokat használok. Hányszor edzel egy héten? Alapvetően, mint ezt elmondtam a sok videóban, hogy 5-ször szoktam edzeni, és nem is szoktam a hétvégét bántani, mivel ugye a hetedik napon amúgy is még az úr is megpihent, mint ugye van a hiedelemben. De mostanában eltértem arra, hogy van, hogy 7 napot is edzek. Tehát egy olyan pár hete elkezdtem arra, hogy 7 napot is edzek. Az abból áll a szombat, vasárnap általában úgy, hogy leedzek hétfőtől péntekig, minden nap egy főizom csoport, plusz minden nap has, és minden második nap vádlizni szoktam. Viszont a hétvége az általában úgy szokott zajlani, hogy szombaton csinálok még általában egy hátat, de az csak 2 gyakorlatból van, és abból a 2 gyakorlatból csinálok 10-10 kör például. A vasárnap meg csak is váll, és a váll is vállon belül csak is oldalemelés egykezessel. Most már minden edzésen inkább a kis súly magas ismétlésre koncentrálsz, vagy azért vannak még nagy súlyos, ilyen őrült súlyos napok is? Hát ilyen őrült nagysúlyos napok már nincsenek, bár tudom, hogy mindenki azt várja a videókból, ugye, mert mi arról voltunk mindig híresek, hogy 500-al guggolom, vagy 400-al, vagy mit tudom én. De mostanában azért én úgy gondolom, hogy egy 42 éves embernek lenni kell annyi józan eszének, vagy annyi önkontrolljának talán, hogy mérlegelni kell, hogy tehát megéri-e minden áron erőltetni még ezt, főleg úgy, hogy már nincs tétje. Úgyhogy nincs tétje, én úgy gondolom, hogy megteszek mindent még attól függetlenül. Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy én már nem versenyzek,
egy olyan 95%-osan edzek, úgy gondolom. Tehát amiben nekem hiányzik, az intenzitással nincs baj, nincs a hozzáállással, vagy bármivel nincs gond, inkább a súlyokból vettem vissza, és jobban próbálok egy kicsit odafigyelni a kivitelezésre. Van valami olyan apró trükk, amit a mai fejeddel tudsz, és mondjuk szívesen adnál tanácsot mondjuk a 15 évvel ezelőtti énednek edzés kapcsán? Visszavennék a súlyokból, és jobban odafigyelnék a kivitelezésre, a minőségre. Tehát, hogy több izom, tehát ugyanazzal a gyakorlattal sokkal több izommunkát el tudnék most végezni. Tehát például a mostani hátazásom, egy 10 évvel ezelőtti hátazáshoz képest azt mondom, hogy ha akkor, mikor maxon húztam minden egyes gépet, ha akkor úgy gondoltam, hogy 80%-on dolgoztam, akkor most 200. Mi a kedvenc testrészed, amit a legszívesebben edzel? Láb. Hát az még mindig a láb. Nem edzek már olyan nagy súlyokkal például, mint láb. Pont Bélával beszélgettük ezt, hogy neki is a gerince van tönkre, mert nekem is az alsó csigolyaim teljesen tropák. És most megpróbálok úgy lábazni, hogy minél kevesebb terhelés ér a gerincoszlopomat. Úgy gondolom, hogy ez se bonyolult. Tehát, ha fáj a derekam, akkor igyekszek olyat csinálni, hogy ne fájjon a derekam. Nem terhel a gerincoszlopom. Ha fáj a térdem, akkor próbálom azokat a gyakorlatokat. És akkor mostanában annyi rengeteg jó gép van, például olyanok is, akinek gerincbántalmai vannak, vagy sérve van. Például a guggológép, ami csípőtől emel, tehát ez az alsó guggológép. Mert én mostanában nagyon odafigyelek, hogy tehát gerincoszlopomat semmilyen terhelés nem éri lefele. Tehát a vállamtól mostanában csak ami egyetlen, tehát az egyetlen, ami az éri, ja, kijavítom magamat, az a hegugoló. Most, hogy nyár van, ha elmész nyaralni, szoktál edzőtuccot magaddal vinni és edzeni, vagy ilyenkor teljesen elengeded a sportot? Én nem szeretek külföldre menni. Mostanában valahogy jobban ragaszkodok Magyarországhoz, és az azért is van, mert itt sokkal könnyebben meg tudom oldani például, hogyha a nyaralás alatt is tudjak diétázni, a nyaralás alatt is tudjak kardiózni, a nyaralás alatt is tudjak edzeni, azt itthon jobban meg tudom oldani. Sokkal jobbak az edzőtermék, mint bárhol, úgy gondolom a világon. És az nekem olyan például, ha lemegyek, nekem a Balaton az, mint hogy benne van a Riviera. Tehát nekem az voltam nagyon sok helyen, de az nekem az a top. És azon belül is ugye Siófok, tehát nekem az a Mekka. És ha lemegyek, én lemegyek edzeni természetesen. Főleg azért, mert eleve, ha nem vagy Siófokon, napsütés ilyenek, jobb kedved van, jobban fel vagy töltődve, találkozó rajongókkal, ugye kapsz pozitív dolgokat, biztos, hogy közös képít, közös kép, ott még több energiát kapsz, hogy edzeni. Olyankor olyan motivált vagyok, lemegyek a terembe, leverek másfél órát, mint a szél. Mit gondolsz a mostani testépítő közösségről? Van annyira jó, mint 10 évvel ezelőtt? Miben változott? Hú, jó kérdéseid vannak. Én a 10 évvel ezelőtt én nekem az volt talán az aranykor a testépítésnek, én úgy gondolom legalábbis Magyarországon. Ugye nem akarom most felsorolni, akik ugye... Mikor én bekerültem ebbe az egész forgatagba, ugye akkor a Vörös Zoli. Tehát ez nekem máj napig, tehát olyan, hogy... Ugye Vörös Zolinak olyan spontán mondatai voltak, meg olyan dolgai voltak, amin számomra még mindig kiráz a hideg, mert Zoli volt ilyen amúgy, hogy mindentől kirázta a hideg, de tényleg így van. Én nem tudom, mostanában annyira nem követem amúgy a mostani fiatalokat, nem azért, mert nem érdekel, hanem nagyon sokat részt veszek a terem életében, meg ott vagyok egész nap ilyenek, de próbálom, például nem nézek versenyeket, nem, tehát én ha hazamegyek, akkor próbálom kizárni tehát magát a testet, mert ugye egész nap ebben a közegben vagyunk, benn vagyunk a teremben. És én azért nem tudom eldönteni, hogy a mostani közönség milyen, mert én nem ebben nőttem föl, én nem ebben a social médiában nőttem föl, ahol mindenki jó, meg mindenki ért mindenhez. Nagyon felhígult, én úgy gondolom. Tehát nagyon sok az ember, aki azt hiszi magára, hogy nagyon ért hozzá. Én máj napig azt mondom, hogy én nem értek magához a testépítést. Tehát én tőlem tudnálam most is olyat kérdezni, amire nem tudok válaszolni. Tehát számomra, amikor olyan hülye kérdéseket, azért fogalmam nincsen. De én úgy gondolom, hogy feléve nem is kell foglalkozni amúgy. A Négy Szem Közt című sorozatodban inkább a vendégeidről tudunk meg többet. Mesélj kicsit magadról, mi van veled, hogy áll össze egy hétköznapod, mi tölti ki az életedet most, hogy nem versenyzel már?
Még úgy gondolom, a napjaim mindig a testépítést tölti ki, meg még mindig e körül forr minden. Úgy gondoltam, hogy jobban el fog tudni szakadni a test, vagy jobban el akartam szakadni a testépítéstől, inkább úgy gondolom. Egy időben, mikor abbahagytam a versenyzést, akkor egy kicsit úgy megcsömöltem, meg úgy el akartam távolodni tőle, de rájön az ember, hogy nem tudom úgy. Lehet, hogy nem is olyan szinten, hogy tehát nem akarok már versenyezni, mert nem fordul meg a fejembe ez egy percig sem. Most amúgy voltam egy versenyen is. Kérdezték ott, mikor ment a barnítás, hogy megjött a kedvem a versenyzéshez, hogy egy kicsit érzem a barnító szagát, mondom nem, sőt, mondom, még gyomoridegen lett, mikor megéreztem a barnító szagát. De hogy, hát pedig minden versenyzőnek olyan jó dolgok jönnek az eszébe. Mondom, akkor mondok egy sztorit. Általában egy versenyző, vagy egy bikinis, vagy akármilyen, nem, most nem akarok senkit ezzel most degradálni, mikor oda megy a versenyre, jól érzi magát, meg jó formában van, de én mikor oda mentem a versenyre, vagy úgy gondolom, aki halászár, az olyan állapotban ment oda, hogy szar a gyomra, nem aludt, éhezik, minden baj, ott valami létezik, és nekem a barnítónak a szaga, meg a versenyzés az, azzal az érzéssel párosul, hogy küzdöttem azért, hogy életben maradjak, meg küzdöttem magammal, meg a világ ellen, mert mindenkit utáltam a világon, meg köztük magamat is. És én azzal azonosok a versenyen, úgyhogy nekem azért ez nem vonz már ez. De még mindig megmaradtam itt a testépítés, meg a terem életén belül. Ugye a debreceni teremben ott vagyok aktívan, reggel, délbe, este mindig ott vagyok, ugye igyekszek vigyázni a rendre, fegyelemre, mert az én fejem ugye csend, rend, fegyelem, ugye az mindennek az alapja, abból még soha nem volt baj. Ugye hát most volt ez a kis történet ugye most a hétköznapokban, meg az életünkben ez a kis fertőzéses történet ugye. Nem kicsi volt ugye, mert az elég rendesen érintette főleg az edzőtermeket, mert ugye minket oldottak fel azt hiszem a legvégén, tehát azért kaptuk kicsit a, nem az ívet úgy mondjam, hanem egy kicsit ugye most próbára tett nagyon sok termet ez a korlátozás, de úgy gondolom, hogy a debreceni terem nagyon jól átvészelte. Én úgy gondolom, aki talpon volt és józan észre tudott gondolkodni, és hamar tudott reagálni a dolgokra, azokat annyira nem érintette, mint ugye azok, akik kicsit vártak, vagy ugye biztosra mentek. Ugye nekünk is reckér volt, mint ugyanúgy mindenki másnak, de ezt be kellett vállalni. Mi bevállaltuk, hogy reckéroztunk, és úgy gondolom, hogy jól jöttünk ki belőle. Úgyhogy lenne kopogjam, úgyhogy nagyon jó debreceni teremben, hál' Istennek minden rendben van. Folytatódik a hétköznapok, nyomjuk az edzéseket, jó a hangulat, jó a zene. Minden jó. Tehát a Debrecen még ugye mi mindig tudjuk, az a legelső Cutler Gym, és reméljük az is fog maradni mindig is. Mik a tervek a jövőre nézve? Fogsz-e még versenyezni, színpadon állni? Hát színpadon állni nem valószínű, esetleg, hogyha nem leszek valami színművész, vagy valami ilyesmire nem kérnek föl. Versenyezni nem szeretnék már, azt úgy gondolom, hogy 100%-ba elengedtem. De magát a diétát, meg a maga a verseny felkészülésnek a menetét, azt még mindig szeretem, mert csinálom is. Úgyhogy a nyárra készülök a strandra, készülök az egész strand feelingre. Úgy gondolom, hogy egész nyáron igyekszek minél többet a Balaton lenni strandon. Ugye a rajongóknak minél több örömet okozna azzal, hogy felkészültem és jó formában vagyok, mert az másnak is erőt ad. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a tervem a következő időszakra, így nincs konkrét tervem, jól érezni magamat és élvezni a nyarat. Plusz, hogy mivel leedzettünk, ugye szeretném megcsinálni most már meginni a fehérjémet. Úgyhogy remélem tetszett a mai napom, a mai konyha, amit megmutattam a étkezésemből, edzésemből. Ha tetszett, iratkozzatok fel a Jim Beam YouTube csatornája, dobjatok egy lájkot, ha tetszett a videó. És ne felejtsétek el, mielőtt elmentek otthonról, a cicát megitatni.